A gyerekek, a következő teszt, ez most 2,7K-ban van. 60 frame per second, és super view. Három opció van így amúgy. Van a linear, ami a ez a field of view, hogy milyen széles a kép. Linear, wide, és ez a super view. De 4K-ban nincsen, csak egy, a wide. 2,7K-ban most már van. És ja, a többi módban is, 1080-ban. Megpróbálom kb. Ugyanakkor arra készíteni ezt a videót, mint az előzőt, hogy tudjuk összehasonlítani. 2 perc, 20 másodperc körül 1,1 GB volt amúgy annak a 4K-s videónak a mérete. Ezzel is egy kicsit rohanjunk. Ja, az előbb a kamerát még mozgattam így kézzel is, hogy helyenként még biceget, billeget. De amúgy, ha a kamerát így egyenesen tartom. Akkor még jobb kell legyen. Na, tehát ez 2,7K. De ja, amúgy hát fogok csinálni most ezután még. Nem lesz olyan sok teszt, de csinálok még 1080-ban 3-at. Azt hiszem 1080-60 frame per second lesz, amivel általában videózni fogok. De azt kell eldöntsük, hogy melyik lesz a jobb. A linear, a wide, vagy ez a super view. Na, tehát annyi a különbség most ez a videós az előző között. Ugye az előző wide-ba volt, tehát a középső opcióba. Már a 4K-ba csak az egy opció van. És ez most a super szélesbe. Mi a különbség? Érezhető-e, látható-e, tapintható-e? És akkor csinálunk következő videóba három rövid videót, vagy lehet ugyanekkora a 2 perceseket. És leteszteljük 1080-60p-be a három különbözőt.